Villogó rendőrautók ekerés felső terkeny között szombaton este. Ennek az autónak a sofőrje veszítette el a gépjármű fölött az irányítást, és áthajtva a szembejövő sávba neki csapódott egy villanyoszlopnak. A gépjármű vezetőn túl egy nő utazott az autóban, aki súlyos fejsérülést szenvedett. Egyenes útszakaszon, eddig tisztátlan körülmények között, járművel lealadt az úttestről, és egy villanyoszlopnak ütközött, majd felborult. A baleset következtében két személy szenvedett orvosi látást igénylő sérülést, őket a mentőszolgált munkatársai kórházba szállították. A helyszínen és idejére teljes útlezárás volt érvényben az érintett útszakaszon, a baleset további körülményeit az egérendő kapitányság vizsgálja. Feltehetően az autó futóműve hibásodott meg. Az ütközés miatt kidőlt villanyoslap áramszünetet okozott a településen, így felső terkeny több utcájában nem volt áram a baleset miatt.